A hétvégi dunaui városi felkészülési torna után, melyen a Zvezda Zvenyigorod legyőzésével bronzérmes lett a Fehérvár KC, a héten Bakó Botond együttese újabb két meccset játszott a korábban kétszer már legyőzött Zilakkal. Hétfőn a kevesebb lehetőséget kapó, illetve fiatal játékosokkal felálló FKC 31-31-es döntetlenre végzett a román csapattal. Kedden a legjobbakat is bevetette azonban mindkét gárda. A fehérváriak a Zvezda elleni találkozó óta inkább fizikai munkát végeztek, ez meg is látszódott a mérkőzésen, melyről a belázasodott Herr Orsolya és a még mindig nem 100%-os Kazai Anita is hiányzott. A szünetben a végül 9 gólig jutó Bandelier vezetésével 13-12-re vezetett az FKC az Zilak ellen, a második játék részben azonban a hazaiaknak többször is futniuk kellett az eredmény után, a Dudaszó pedig 27-27-nél érte a két együttest. Nagyon jól kezdtük, jó ritmusban a mérkőzés, utána elkezdtünk kapkodni, pontatlanok lenni, egy kicsit túl egyéniesen játszottunk, hiányzott a kombinatív gyorsjáték. Látszott, hogy nem dolgoztunk kézilabda jellegű munkát vasárnap és hétfőn, és egy kicsit tompábbak is voltunk, nem láttam érzelmeket, nem voltak érzelmek a pályán, küzdésben sem nyújtottunk megfelelőet. Azt gondolom, hogy illett volna nyernünk mindenféleképpen. Úgy érzem, hogy egy kicsit lehet, hogy fáradtak vagyunk, azért az a dunaui városi torna sokat kivett belőlünk. Igen, tegnap egy kondicionáló edzésünk volt. Lesz az még jobb is szerintem, van még két hetünk, dolgozunk tovább. Én azt látom, hogy jó lesz ez a csapat a szezonra. Igazság szerint nem sok újat tudott mutatni nekünk ez a csapat, talán ezt a kis fáradtságot éreztük magunkban, ezért voltak azok a hibák, amiket nem tudtunk ugye megoldani, de még ebben az időszakban forgatni kell a csapatot, hogy még jobban megszokjuk a másik játékát és az újakat is. A bajnokság rajtjáig még két hét hátra van. Szeptember 2-án a Győr ellen kezd a Fehérvár. A kérdés pedig ilyenkor mindig az, hogy áll most a csapat, mennyire lesz kész a rajtra. Az eddigi mérkőzéseken jól játszottak a lányok és jól küzdöttek, jól harcoltak, a mai napon ezt hiányoltam. Bízom benne, hogy elsősorban azért, mert egy picit alábecsültük a Zilahot, akkor egy jó tanulság volt, hogy nem szabad senkit lebecsülni. Amúgy a munkánkat elvégeztük, jól haladunk. Nyilván a kapuban a Herr Orsi fontos láncszeme lesz a betegségből, mikor visszatér. Én azt gondolom, hogy haladunk és csináljuk jól a dolgunkat, a lányok ügyesek, biztos vagyok benne, hogy a bajnokságban jó szerepünk. Abszolút készen leszünk szerintem addigra, van még egy csomó edzőmeccsünk, ami egy kicsit döcögősebben megy, addigra azt jól be tudjuk gyakorolni, úgyhogy készen állunk mindenre. A tavalyi szezonban ugye nagyon sok sérülés volt, meg kihagyás, az idei alapozásunkban viszont nagyon fontos szerepet kapott a regenerálódás, és meg tudtuk úgy oldani az edzéseket, hogy viszonylag egy picivel több ideig tart az edzésünk, de ugyanannyi időt kapunk arra, hogy eltöltsük a pihenőidőnket olyan hasznossággal, hogy utána másnap újult erővel érkezhessünk az edzésre. A bajnoki kezdés előtt még több edzőmérkőzést is játszik majd a Fehérvár KC. A hétvégén Vácot szerepel a csapat egy újabb kétnapos 3 meccses tornán, míg jövő héten még az osztrák Hipóval is összecsapnak Tápaiék.